Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Hogy rohan az idő, és már itt van év vége, hamarosan indul az új esztendő. Ez egy átmeneti időszak, nagyon varázslatos és misztikus. Úgy szokták mondani, ezeken a napokon a szellemek uralkodnak. Persze vannak jó szellemek, és vannak rossz szellemek is. Én ezeken a napokon szertartásokat tartok, hogy elüldözzük a rossz szellemeket, és hogy szerencsénk legyen jövő évben. Én karácsonykor indítok, tehát december 25-én a szertartások eltartanak január 5-éig. Minden nap kihat egy hónapra. December 25-e kihat január hónapra. December 26-a kihat február hónapra, és így tovább. Tehát minden szertartás szerencsét hoz egy bizonyos hónapra. Azon kívül minden szertartásnál, tehát minden napon van egy más téma, ami érint bennünket, kihat az életünkre, kihat a sors utunkra, és ezeknél a témáknál a szertartás szintén szerencsét hoz. Feljelölheted magadat e-mailen keresztül ezekre a szertartásokra. A díjam szertartásonként 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy melyik napon, melyik hónap hat, és melyik témák hatnak ki ránk. Január 1-e. Ahogy te átéled ezt a napot, ügyelj az érzelmeidre, az eseményekre, a kapcsolatokra, ezeket átviszed augusztus hónapra, mert az energia az hasonló. Természetesen ezen a napon is tartok egy szertartást. Itt augusztus hónapról van szó, hogy szerencséd legyen augusztus hónapban, de ez a szertartás kihat bizonyos témákra is, ami nem csak augusztusban hat, hanem egész évben. Itt sikerekről van szó. Ez a szertartás segít abban, hogy megkapd az elismerést, hogy kiderüljön az igazság, hogy fellépésed legyen a nyilvánosságon. De azt is jelenti, hogy ő a társad vállaljon fel téged, hogy mutasson téged büszkén a nyilvánosságon. Ez a szertartás segít abban is, hogy jobb legyen a kapcsolat az apukáddal, vagy jobb legyen a kapcsolat a főnököddel. Ez a szertartás segít abban is, hogy legyen egy kreatív tevékenység, hogy megkapd az elismerést, hogy ez sikerekhez vezessen. Mint mindig, most is van egy gyógyító erő, különösen ami a szívbetegségeket, érrendszeri betegségeket illet. Azon kívül kihat a szem betegségekre is. Az erő, ami most hat, az a nap. A nap szimbolizálja a te énedet, a te fellépésedet, a kisugárzásodat, a vonzalmakat, a sikereket, azon kívül utalhat az apukádra is. Ebben, ezekben a témákban tudok neked segíteni. És én kívánok egy szép napot,
Nagyon sok szeretettel, Dendera.